Kedves nézőink, most Aktuális Kérdések című heti magazin műsorunk külön kiadása lesz, melyben összefoglaljuk önöknek az április 6-ai országgyűlési képviselő választások karcagi eseményeit. Tartsanak velünk! Kedves nézőink, 2014. április 6-án vasárnap zajlottak a 2014-es országgyűlési választások, a választás egyfordulós volt. A választás napján meglátogattuk a karcagi szavazóköröket és interjút készítettünk a Jász-Nagykun Szolnok megye 3. számú egyéni választókerület karcagi jelöltjeivel, dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel, a Fidesz-KDNP és dr. Lukács László Györggyel, a Jobbik képviselőjelöltjével. Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter családjával együtt érkezett a szavazásra. Itt Karcagon már reggel 7 órakor nagyon sokan eljöttek. Várt ilyen eredmény? Nagy az érdeklődés a demokrácia ünnepén a választáson. Most dől el az ország sorsa és a vidéki Magyarország sorsa is. Itt korán kelnek az emberek, nem meglepő az, hogy korai órákban már komoly részvétel van, és én arra számítok, hogy a nap folyamán később is sokan fognak eljönni szavazni, választani. Vannak olyan szavazókörök, ahol az utcán is sor állt a reggeli órákban. Ez bizonyság arra, hogy itt a Kunságban odafigyelünk egymásra, odafigyelünk arra, hogy miképpen alakulnak közös dolgaink. Kunságban, Közép-Tisza vidéken, városokban és falvakban egyaránt nagy készülődés előzte meg a választásokat. Több kampányrendezvény is volt, országos politikusok is meglátogatták a körzetet. Én arra számítok, hogy itt olyan döntések születnek, amelyek biztosítják azt, hogy folytathassuk azt a munkát, amit megkezdtünk. Minden településre nem valószínű, hogy ma el tud jutni, de ezért gondolom kapcsolatban van minden településsel. Hát majd jelzik, amikor megvannak az eredmények, úgy, ahogy az egyébként lenni szokott. Döntően Karcagon leszek, de szeretnék néhány közeli városba, faluba is ellátogatni a mai nap folyamán. Milyen eredményre számít? Nem bocsátkozok jóslásokba, az nem az én műfajom. Meglátjuk azt, hogy a magyar emberek milyen felelős döntést hoztak. Hamarosan pár órát kell várni. Én türelemmel, nyugalommal várom ezt, és bízom abban, hogy felelős döntés fog születni. Részvételi arányt ez körülbelül miért vár, hiszen már itt 2% meg volt 7 órakor, ez biztató a későbbiekre is, körülbelül hány százalékos megjelenést vár? Én 60-70% körülire tippelek, általában ez volt a jellemző, de hát a biztos eredmény az majd az esti órákban lesz ismeretes. Az előbb adta le szavazatát dr. Lukács László György, aki mennyasszonyával érkezett a szavazókörbe. Mire számít? A választás során, itt a mai napon egy meglepetésre számítok, tehát őszintén megmondom, hogy egy meglepetésre készülünk, és a Jobbik mindvégig meglepetésre készült, ugyanis mi voltunk azok, akik programmal kampányoltak, és nem mentünk bele a politikai iszabbirkózásba, és úgy tűnik, hogy egyébként most már láthatóak a részvételi adatok, a viszonylag magasabb részvételi adatok is azt igazolják, hogy egyre többen hajlanak arra, hogy fontos a saját kezükből vegyék a sorsukat, és fontos az, hogy miként szavaznak, tehát én egy magas részvételre számítok. Ez volt mindvégig a törekvésünk, hogy mozgósítsunk minél több embert, mindenkinek fontos legyen a választás, és a magas részvétel mellett, amint mondtam, meglepetésre készülünk, tehát egy nagyon szép és tisztes eredményre számítunk a Jobbik, illetve a magam oldaláról is. Gondolom, hogy figyelemmel kíséri a településeket, mindegyikre nem valószínű, hogy el tud menni, de hogyan tartja a kapcsolatot? A kapcsolatot a szervezetrendszerünkön keresztül tartjuk, tehát a Jobbiknak majdnem minden településen van saját szervezete, alapszervezetek, illetve más egyéb aktivistákkal keresztül tartjuk a kapcsolatot. Mindenhol rendeztünk be egy ilyen eredményváró kis központot, ahol a szimpatizánsaink, az aktivistáink várják az eredményt. Velük keresztül egyébként a központi adatbázisból kiindulva is, tehát a központi részvételi adatokat figyelemmel kísérve is, de természetesen a mobiltelefonon is tartjuk a kapcsolatot, és nagyon reméljük, hogy este egy olyan 11 órára már a 95%-os feldolgozottságig mindenhonnan megkapjuk személyesen is a visszajelzéseket, túl azon, hogy a központi rendszerből is ki lehet majd ezeket olvasni, tehát telefonon tartjuk velük a kapcsolatot, és hát sokan már most is szurkolva, drukkolva telefonon folyamatosan értesítenek minket, hogy leszavaztak, hogy látják, hogy alakulnak a részvételi arányok, tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatban telik, és egy nagyon jó felpörgött hangulatban telik a választás. És itt ez a szemérkélő elsősorban akadályoz meg a választókat, a
a szavazásban. Részvételi arányt körülbelül miért vár? A részvételi arányban legfeljebb tippelni lehet. Nyilvánvalóan mi azt várjuk, hogy a lehető legmagasabb. Egy 70% vagy a fölötti részvételi arány, én úgy gondolom, ami már a demokráciának is az ünnepén egy igazán komoly ünneplést jelenthetne, mindenképpen elvárható, tehát mi bízunk abban, hogy egyrészt a programunkkal, a hozzáállásunkkal is, és az eddig üzeneteinkkel is mindenkit arra tudtunk biztatni, hogy menjenek el választani, úgyhogy én mindenképpen a 70% fölötti részvételi arányt várom. Az időjárás nem hiszem, hogy ilyen téren bele fog szólni, lehet, hogy egy melegebb nap még kevésbé kedvezett volna a részvétel. Így legalább mindenki meg tudja azt csinálni, meg tudja azt tenni, ami valóban a 4 év alatt az egyik legfontosabb dolguk, hogy elmenjenek szavazni. És akkor majd kiderül, hogy a 70%-os részvétel arány az mennyire dőlt el, 7 óra után meg fogjuk tudni. Köszönjük szépen! Így van, köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A szavazóköröket 19 órakor zárták be. A választás eredménye a következő lett. Kapás József, az SMS jelöltje 215 szavazatot kapott, ez 0,5%. Tótné Ábrahám Edit, a Haza nem eladó jelöltje 242 érvényes szavazattal 0,56%. Péntek Ildikó, az LMP jelöltje 835 szavazattal 1,95%-ot ért el. Málovics Martin Dániel, az UMP jelöltje 11 szavazattal 0,3%-os lett. Kalló Levente, az MCP jelöltje 84 érvényes szavazattal 0,2%-on végzett. Dr. Lukács László György, a Jobbik jelöltje 10.959 érvényes szavazattal 25,53%-on végzett. Pásztorné Kovács Krisztina, az ÖP jelöltje 57 érvényes szavazattal 0,13%-ot. Osváth László, az MSZP együtt DKPM-MLP jelöltje 7381 érvényes szavazattal 17,2%-ot kapott. Dr. Fazekas Sándor, a Fidesz-KDNP jelöltje 22.386 szavazattal 52,15%-on végzett. Dúl Krisztián Norbert, a Munkáspárt jelöltje 422 érvényes szavazattal 0,98%-ot kapott. Engler Ildikó, a Nemzeti Érdekelt jelöltje 19 érvényes szavazattal 0,4%-on végzett. Földesné Keresztes Marian Szilvia, a YES jelöltje 78 szavazattal 0,18%-ot. Farkas László, a Szociáldemokraták jelöltje 160 érvényes szavazattal 0,37%-on. Nagy Gyula, a Független Kisgazda párt jelöltje 74 érvényes szavazattal 0,17%-ot ért el. A választókerületben a választás várhatóan eredményes lesz. A választókerület képviselője az előzetes választási eredmények alapján dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter lett, akivel a Fidesz eredményvárójában készítettünk interjút vasárnap éjszaka. Itt vagyunk Karcagon, a Fidesz eredményvárójában. Nagy az öröm, hiszen bejelentette Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, hogy a Fidesz-KDNP megnyerte a választásokat, illetve mi is bejelenthetjük, igaz, hogy még nem 100%-os a feldolgozottság, de hogy a Jászlókun Szolnok megyei 3. számú egyéni választókerületben dr. Fazekas Sándor végzett az élen. Miniszter úr, hogyan látja az eredményeket, hogyan értékeli a mai napot először? Szeretném megköszönni a bizalmat, azt, hogy ilyen sokan támogattak, és 52%-os eredménnyel végeztem. Szeretném megköszönni a sok segítőnek, hiszen körülbelül 1000 voltak, akik a kampányomban dolgoztak, azt, hogy gyűjtötték az ajánlásokat, hogy kiálltak mellettem, hogy támogattak. És szeretném megköszönni a családomnak is, feleségemnek, a gyermekeimnek, édesapámnak, testvéremnek, valamennyi családtagomnak azt, hogy biztos hátteret nyújtottak ahhoz a munkához, amit végzek. A Nagykunságnak és a Közép-Tiszavidéknek országgyűlési képviselőjeként valamennyi itt élő ember érdekében szeretnék dolgozni az elkövetkező időszakban. Akik itt élnek, ismernek, nem a szavak, hanem a munka embere vagyok, a tetteim azok jól láthatóak és mérhetőek. Én egy olyan magyar vidékben gondolkozom, ahol mindenki megélhetést talál, ahol virágzó falvaink és városaink vannak. Ehhez megvan minden lehetőségünk, a nemzetügyek kormányának a politikájára támaszkodva a Fidesz-KDNP
eredményes választási sikerében bízva, hogy valóra váltsuk azokat a terveket, amiket megfogalmaztunk. Az, hogy Magyarország egy olyan állam legyen, amely otthont ad valamennyi polgárának, ahol minden magyar felelős, minden magyarért, és az emberek méltányos megélhetést tudnak nyerni. Ebben a szellemben szeretnék dolgozni az elkövetkező időszakban is. Ezúton is szívből gratulálunk miniszter úrnak az eredményeihez. Mit szól az ellenfelei eredményeihez? Bebizonyosodott, hogy az a rágalomhadjárat, amit az ellenfeleim folytattak, eredménytelen volt. A nagykunsai közép-tiszavidéki emberek nem voltak vevők azokra a rémhírekre, amiket terjesztettek. Az embert nézték, nem azt, amit írnak róla. Köszönöm minden támogatómnak, aki rám szavazott. Én számítok rájuk a jövőben, és számítok minden itt élő, dolgozó, aktív kunsági emberek, közép-tiszavidéki polgára. És én azt hiszem, hogy új fejezet kezdődik Magyarország történetében, ez érvényes a mi vidékünkre is. Ön számára mi annak az üzenete, hogy a kormányváltó erők jelöltje, Ozsváth László a saját házatáján sem tudott győzni? Szerintem egy elég kínos leszereplés. Mutatja azt, hogy azok a rágalmazó szólólapok, amiket terjesztettek, ellenkező hatást váltottak ki. A baloldal teljes mértékben megbukott és leszerepelt, beleértve a helyi képviselőiket is. A Jobbik képviselőjelöltjének eredményéről hogyan vélekedik? Még nem tudom megítélni, hogy a parlamentbe került-e a Jobbik jelöltje. Én úgy látom, hogy sokkal többre számítottak, de a szavazók szintén egyfajta ítéletet mondtak a fölött, a munka fölött, illetve munka hiánya fölött, amit a Jobbik végzett az elmúlt időszakban. Inkább a szórólapok, újságok szintjén jelent meg a Jobbik a politikában. Ez kevés ahhoz, hogy egy körzetet meg lehessen nyerni. Kevés ahhoz, hogy az emberek többségének a bizalmát ki lehessen érdemelni. Miniszter úr, köszönöm az interjút, további sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Egy csodálatos este van mögöttünk, és egy csodálatos este van előttünk, hiszen egy olyan eredményt értünk el közösen ebben az országban, ami ritkán adatik meg, ahogy már hallottuk, hogy sikerült még egyszer, és remélem, hogy nem még egyszer, hanem még nagyon-nagyon sokszor megnyerni a nemzeti oldalnak a választásokat. Köszönet ezért mindenkinek. Mindannyiunk nevében, bár nem hatalmaztak fel a polgármester, hölgyek, urak és azok, akik itt jelen vannak, hogy most szóljak, de úgy éreztem, hogy mindenképpen kell egy olyan erőt adnunk dr. Farkas Sándor miniszter úrnak, ami további kitartása, munkára fogja sarkalni. Ahogy mindannyian megfogalmaztuk, ajánlásunkban egy kiváló ember, egy kiváló hazafi, óriási munkabírású, aki méltán tudja képviselni ezt a választókerületet. Nekünk erre van szükségünk. A hölgyeim és uraim, 20 éve van szerencsém dolgozni vele, és megismertem, mint embert, mint politikust, mint szülőt, mint férjet. És nyugodtan mondhatom, hogy ezt a választókerületet a kezébe adhatjuk, és a sorsára bízhatjuk. Én nagyon-nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt van, és aki nincs itt, azt a hihetetlen erőfeszítést, munkát, kitartást, bizalmat, amit elvégeztünk, elvégeztetek, eltetszettek végezni az utóbbi időben. Tulajdonképpen 4 éve folyamatosan folyik ez a kampány, hiszen nincs ennek vége, mindig megkezdődik, most is megkezdődik azonnal, ahogy befejeződtek a választások. De ezek a sikerek adjanak erőt mindenkinek. Adjanak erőt azok a találkozások, legyen az egy nagy polgári körű találkozás, bárhol, Karcagon, Kisújszálláson, Túrkevén, Tiszafüreden, és lehetne sorolni. És adjanak erőt azok a találkozások, amit együtt töltünk, mondjuk egy békemenet keretében, hogy igenis érdemes dolgozni
igenis érdemes fölvállalni ezt az identitást, ezt a hitet. És küldjünk olyan embereket a parlamentbe, mint dr. Farkas Sándor, akinek nagyon-nagyon sok erőt és kitartást kívánok, mert abban biztos vagyok, hogy adjon az Isten sok erőt dr. Farkas Sándornak, ezt kívánok. Hogy most, ebben a pillanatban Orbán Viktor miniszterelnöknek tudjunk gratulálni innen, hogy egy óriási nagy jó döntést hozott akkor, amikor dr. Fazekas Sándor miniszterelnök mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterré nevezte ki. És lássuk, erre képes volt most, ami történik, mert odakint nem az eső esik, az ellenzék könnyezik. Isten értesse Fazekas Sándor miniszterelnök. Képes volt meglocsolni az ellenség könnyeivel a területet. Nagyon Isten bennünket látszik, bennünket jó érzésű magyar embereket. Köszönöm szépen a bizalmat, köszönöm szépen a sok támogatást. Ebben a szellemben fogok dolgozni a jövőben is, rám mindig lehet számítani, számítok mindenkire az elkövetkező időszakban is. Van előttünk két fontos választás, szerintem egészen jó körülmények között tudunk majd hozzáfogni a következő feladatainkhoz. Én jó egészséget, sok sikert kívánok mindenkinek, mai estére pedig kellemes szórakozás. Itt a kocintás ideje, azt hiszem, hogy elérkeztek azok az örömteli pillanatok, amire már hónapok óta várunk. Hajrá Fidesz! Hajrá Magyarország! Éljen Orbán Viktor!